Karrier vagy család? Felmerül a kérdés minden nő életében, és a választ megadni rá nagyon nehéz. Hiszen mindkettő mellett szólnak akkor és ott megdönthetetlen érvek vagy ellenérvek. Nem véletlen, hogy a délután nyitőelőadásán Tóth József pszichológus is foglalkozott ezzel a felvetéssel. De a 21. században egy nagy-nagy válaszúterét állították a hölgyeket, méghozzá, hogy vajon karriert akarnak építeni, vagy minden erőforrásokat a családnak rendelik, a család felé fordulnak. Legtöbb hölgy valahogy megpróbál ebben egyensúlyt kialakítani, és tisztelet, minden tisztelet nekik, mert ezt az egyensúlyt, ez bármilyen vékony is a határmesdje, de föntartják. Igaz, hogy csak 2-3 órákat alszanak, olyanok a hölgyek, mint az ördög, sose alszanak. De ugye jól teljesítenek a munkahelyen, és jól teljesítenek a családban. Emellett szó esett arról a tevékenységről, melyet kortársképzésnek hívnak, és ami a fiatalok kommunikációját segíti. Középiskolásokat készítünk arra föl, hogy a társaikkal úgy beszélgessenek, olyan irányba terelgessék őket, ami inkább az egészség magatartást, a jó irányt jelenti. Nyilván ez azért van, mert ha én ilyen idősen odaállok a középiskolások elé, hát mulatnak rajtam igazából, és sokkal hitelesebb az, ha egy középiskolás tudja ezt mondani egy középiskolásnak. De aztán sok más is van, értelmi fogyatékosokkal is foglalkozom. Van egy ilyen szervezet, az Éfolyész, annak az egyik tisztségviselője vagyok. Aztán nyilván terápiákat, egyéni, meg csoportterápiákat is viszek, csinálok. Meg mint tréner nagyon sokfajta tréninget is csinálok. Ebben például, ami érdekes lehet akár a hölgyeknek is, az élménypedagógia, amikor a határainkat próbálgatjuk. Ugye van egy olyan zóna, ami a komfortzónát jelenti, amiben nap mint nap vagyunk. Ha ezt kiteljesítjük, akkor ott jön a tanulási zóna, ott nagyon sok mindent megtudunk saját magunkról is, és embertársainkról is tanulni, és egészen elvisszük a résztvevőket a pánik zónáig. Oda nem megyünk bele, mert az nem egy kellemes érzés. Farkas Róbert alpolgármestert köszöntötte a település hölgyeit. Azt mondja, egy kis település életében fontos minden olyan esemény, amin a falu közösség együtt ünnepelhet. Kívánom, hogy a hétköznapokban is ez a boldogság megmaradjon. Kívánom önöknek, hogy sokat mosolyogjanak és vidámak legyenek, és hogy ezzel a férfi társadalmat is talán egy kicsit motiválják. A délután első zenei fellépője a hölgyek egyik nagy kedvence, Berecki Zoltán, Emerton díjas magyar színész, énekes volt, aki természetesen olyan slágereket hozott magával, melyek kortól függetlenül mindenki számára kellemes perceket okozhat. A rendezvény záró akkordjaként Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor, Jászai Marília színművész házas pár lépett színpadra. Zsadon Andrea az Operett Színház primadonnája volt évtizedekig, aki nagy szerepek, virágcsokrok és hódolók sora várt a teátrumban és a művész bejáró előtt. Szolnoki Tibor az Operett sikerek mellett alapító és meghatározó tagja lehetett a Rock Színház csapatának 1980-ban. A művészházas pár által vezetett Operett Világművész Együttes őrzi és viszi tovább a magyar operett színjátszás tradícióit. Let's go!
Azt mondják, a harmóniára törekszenek az élet minden területén, és ezt szeretnék közvetíteni a színpadról is. És azért vagyunk a színpadon, hogy örüljünk, és hogyha mi örülünk, és nekünk jó, akkor ezt a közönségnek is tovább tudjuk adni. Már mind a ketten bizonyítottunk a saját, úgy szokták mondani, egy fachjába az ember. A Tibornak akkor megírták már a sztárcsinálókban a főszerepet, a Néró szerepét, amivel ő fantasztikus sikereket ért el. Én pedig akkor már, hála jó Istennek, a szüleim beleegyezésével és nagy bátorsággal egyszer fogtam magam édesanyámnak, azt mondtam, hogy na jó, akkor beülünk a kis piros polszki fiatba, és én elmegyek előénekelni a Gráci operába. És akkor elmentem előénekelni a Gráci operába, meg a Bécsi Volksoperbe, meg a Bádeni Színházba, meg Bádisülbe, és akkor egyszer csak egész Ausztria elkezdett arról beszélni, hogy a Zsadon Andrea milyen jó, hogy itt van. És akkor ez azt hozta, hogy Magyarországon is egyszer csak elkezdtek az emberre felfigyelni. A színház, ezt másoktól hallottuk, ezt a kifejezést, ott van, ahol a művész. Hosszú idő telt el, hogy mi nem léphettünk fel a Budapesti Operett Színház színpadán. Az a vezető akkor úgy döntött, mi akkor máshova mentünk el dolgozni, nagyon jól éreztük magunkat, szerettük, sikereink voltak, boldogok voltunk, és ettől függetlenül a meglepetés erejével ért bennünket, hogy most a októberben, a Magyar Operett napján, az Operett Színház vezetősége életmű díjjal jutalmazott meg bennünket, és ez nekünk nagyon jól esett, és azt mondtuk, hogy örülünk, hogy ezt az életművet ők látják, de ez az életművék folytatódik együtt. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jó esik? Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, vagy legalábbis lassan?